Tartalékot képez az Egyesült Királyság a gazdaság megsegítésére a megegyezés nélküli Brexit esetére, mondta vasárnap a BBC-nek adott interjújában Philip Hammond, brit pénzügyminiszter. Pat helyzet alakult ki az Európai Unió és az Egyesült Királyság vállás utáni viszonyát rendező tárgyalásokon. Hammond hétfőn mutatja be a jövő évi költségvetés tervezetét. Ha lesz megegyezés, ha a határon átnyúló kereskedelem a lehető legkisebb fennakadással folytatódhat, Minimálisra lehet szorítani a negatív hatásokat az Egyesült Királyságra nézve, mondta Hammond. A riporter közbevetésére, hogy akkor végső soron lesznek negatív hatások, azt felelte, hogy azokat minimalizálja egy egyesség. Végső soron pedig nem lehet tudni, hogy negatív vagy pozitív lesz-e a mérleg. Ezt majd időben megpróbálják modellezni. Az Egyesült Királyság a pénzügyi válság óta jelentősen csökkentette a költségvetési hiányt, de az államadóság magas maradt. Miközben a közgazdászok egyetértenek abban, hogy egy megegyezés nélküli Brexit óriási sokkot jelentene a brit gazdaságnak, Hammond abban reménykedik, hogy a kilépés előtt sikerül eloszlatni a gazdasági szereplők aggodalmait.